sok-sok millió gyermek hozzátok hasonló gyermek. Udvardi György veszprémi érsek is csatlakozott a Ranolder iskola diákjaihoz, akik október 18-án több millió gyermekkel együtt imádkozták a rózsafűzért. Az intézményben már hagyomány, hogy évről évre csatlakoznak ahhoz a kezdeményezéshez, amely 2005-ben indult útjára Venezuelából, és már a világ számos pontján elterjedt. A fiatalok a békéért és az egységért fohászkodtak az Úrhoz. A keresztényeknél szokás, ugyebár a rózsafűzér imádkozás, és ugyebár, ahogyan az igazgató úr is mondta, egyházi iskola vagyunk, és közösségépítő is lehet, meg hídgyakorlás. Az egymillió gyermek imádkozza a Rózsafűzér című mozgalom kiinduló gondolata Szent Piótól származik. Ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafűzért, akkor a világ meg fog változni. Különösen fontos ez októberben, amely a rózsafűzér hónapja. Őri Gábor, a Ranolder iskola igazgatója elmondta, ezeknek az alkalmaknak fontos üzenetük is van. Iskolai nevelésünknek, tanításunknak része az, hogy az imádság erejének a lényegét megtapasztaljuk, illetve mi is ezt tanítsuk, hiszen nem csak az emberi erőfeszítés viszi előre a munkát, hanem az imádság is, hiszen a mi erőnk az véges, és ez megtanítja a gyerekeket arra is, hogy megtapasztalják, hogy az imádsággal mindig előrébb jutunk, sőt, csak azzal juthatunk előre. Ferenc pápa döntése szerint 2019. októbere a világmisszió rendkívüli hónapja. A Szentatya kérésére az idei ima kezdeményezésnek a misszió volt a témája, és a gyermekekkel főként a misszionáriusokért és az új missziós hivatásokért imádkoztak. A katolikus egyház egyik fontos célja, hogy megtanítsa az embereket imádkozni. A veszprémi érsek szerint ez a mozgalom erre kifejezetten alkalmas. Szükség van olyan biztosan megtanulható imaformákra, amihez bármikor fordulhatok. A rózsafűzér imádság az pontosan ilyen. Jézus életének az eseményeibe vezet be bennünket, a fogantatástól, a nyilvános működésén keresztül, a szenvedésén, halálán, föltámadásán és a megdicsőüléséig vezet el bennünket. A főtéri magyarok nagyasszonya plébánia templomban 217 gyermek imádkozta a rózsafűzért. A Ranolder iskola a következő években is csatlakozik majd a világméretű mozgalomhoz.